A győri céhes kiváltságlevelek a 16-18. századból címmel jelent meg egy újabb hiánypótló kötet, melyet a győri levéltár a 750-es jubileumi év kapcsán adott ki. A könyv bemutatóját nemrégiben tartották az Apátúr házban. Úgy gondolom, hogy ez egy forráskiadványnak megfelelő klasszikus felépítésű kötet. Ugye az elején a polgármester dr. Dézsi Csaba András köszöntője után kiváló összefoglalót kapunk a győri céhekkel foglalkozó tanulmányokról, majd megismerkedhetünk a középkori és a kora újkori történetükkel és szervezetükkel, végül szóba kerülnek a kiváltságlevelekben előforduló fogalmi magyarázatok, is külön kitérve a C-privilégiumokban felmerülő pénznemekre, valamint a súly, űr és hosszmértékekre is, amelyeknek bizony a tényleges megfejtése egy-egy kutatás során nem egyszerű feladat. Ezt követően pedig a győri német Varga, a Fazekas, a Süveggyártó és a Takács C kiváltságlevelét ismerheti meg az olvasó bilingvis kiadásban. Dr. Nemesné Matus Zsanetta, Rómer Flóris Történeti és Művészeti Múzeum igazgatóhelyettese beszélt a céhek kiváltságleveleiről és azok tartalmáról, de a céhek történetét is elmesélte. Magyarországon az első céheknek a létrejötte a középkorra nyúlik vissza, melyek kezdetben nem az egynevű ipar űzésére alakultak, hanem a honvédelmi szolgálatra alakult társulatokból, illetve vallási egyesületekből fejlődtek ki, de idővel egyre inkább az azonos szakmákat, űzőket tömörítették egybe, megteremtve ezzel ugye az érdekvédelmi szervezetüket. Magyarországon az első céhek egyébként a 11. században alakultak, Győrben ennél talán egy kicsivel később a céhek alakulásának időszaka, ugye ez jobbára a 15, sőt inkább a 16. századra tehető. Ekkor Győr városa ismert városa volt az országnak, egyszerre volt ugye püspöki székhely, illetve közigazgatási centrum, és nem feledkezhetünk arról sem, hogy számottevő kereskedelemmel rendelkező gazdasági központ volt. Győrben a kereskedelem szempontjából a mezőgazdasági és az ipar volt erős a városban, és az ezzel foglalkozó céhek voltak jelen az évek során. A könyv ezekről is beszámol, így a profi és a laikus kutatók egyszerre tudnak elmerülni ezekben a szövegekben. A kötet végére ezek a források digitalizáltan is bekerültek.